Ezek a kémények most éppen nem füstölnek, de már javában tart a fűtési szezon. A fűtés amellett, hogy a lakosság kényelmét szolgálja, veszélyeket is hordoz magában, hiszen a nem megfelelő állapotú fűtő berendezések a testi épséget is veszélyeztetik. A kályhák, gázkazánok és vegyes tüzelésű kazánok használata során, amennyiben a tüzelőanyag nem ég el tökéletesen, szénmonoxid keletkezik, mely rendkívül agresszív gáz, ráadásul színtelen és szagtalan. Nehezen veszik észre az ott tartózkodók, esetleges felfájást, szédülést érzékelhetnek, ami ugye a köznapi életben is elfogadott dolog egy embernél, hogy fáj a feje. Ezért későn észlelik, és mire észlelik, addigra bekövetkezik a baj. A katasztrófavédelem, a gázszolgáltató szakemberei, valamint a kéményseprők sajtótájékoztató keretében hívták fel újra a figyelmet arra, hogy a lakosság is kötelezettségekkel rendelkezik annak érdekében, hogy a bajt megelőzzék, hiszen idén csak a földgáz készülékek helytelen működése miatt 27 alkalommal kellett beavatkozni, megyénkben pedig már 31 esetben riasztották a tűzoltókat kéménytűzhöz. Szilárd tüzelésű, vegyes tüzelésű berendezések esetén sajnos azt az időszakot, amit elvileg ki kéne várni egy fa vagy szén tüzelés esetén, hogy minél szárazabb állapotba kerüljön a tüzelő berendezésbe, azt az időszakot ugye ismert, és ennek sajnos pénzügyi okai a legproblémásabbak, tehát azt az időszakot nem tudják kivárni az ezzel fűtő, tüzelő emberkék. A legfontosabb tehát a lakosság védelme, de ehhez arra is szükség van, hogy a hatóságokkal együttműködve eleget tegyenek annak, hogy karban tartják és felülvizsgáltatják tüzelő berendezéseiket. Ezen felül pedig érdemes szénmonoxid érzékelőket is elhelyezni, elkerülve a bajt és az esetleges bírságot.